extra. They'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. International heroes. G.I. Joe. Sziasztok! Ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban Vintage G.I. Joe-val fogok foglalkozni, mégpedig újra egy meglehetősen speciális területével a Vintage G.I. Joe játékoknak, a Motorized Action pakkokkal. Ugye körülbelül 7 hónappal ezelőtt volt már nekem egy videóm, amiben a Motorized Vehicle pakkokkal foglalkoztam, és akkor hát egy említés szintjén beszéltem egy kicsit ezekről is. Nagyjából a történetük az egytőről fakad, úgyhogy nagyon sok újdonságot ezzel kapcsolatosan nem fogok most elmondani, de úgy nagyjából egy mondatban összefoglalva ezeknek a játékoknak az értelmét, azt tudom mondani, hogy a Motorized Action pakkok kicsi, kiegészítő játékok voltak a G.I. Joe játékvonalon belül. Se nem járgányok, se nem részletek, se nem figurák, hanem egy ilyen köztes, kiegészítő csomagok, amelyek jellemzően elég olcsó eladási árral rendelkeztek, és olcsó előállítási költséggel is. Ennek köszönhetően óriási tömegben értékesítették őket, és ezeknek a játékoknak a célja gyakorlatilag az volt, hogy egyfajta ilyen kiegészítő ajándékként, vagy kiegészítő termékként a szülők megvegyék a gyereknek azért, hogy az színesíthesse gyakorlatilag a játékát, a játék élményét. Ugye beszéltem már róla, hogy ezek a Star Wars minirigzekből fakadnak, gyakorlatilag minden ilyen játékvonalnak az ilyen action pakjainak gyakorlatilag az ősatja. Pont most írtam egy cikket hétvégén a minirigzekről, úgyhogy akit érdekel a téma, az mindenképpen keressen utána. Ott bele is vettem, hogy gyakorlatilag a G.I. Joe action pakok is ebből a játékból fakadnak. Na most a Motorized Action pakkok azok 87-ben indultak. Először 8-at adott ki a Hasbro, és mivel eléggé sikeresek voltak, ezért a következő évben ezt megfejelték még 6-tal, illetve azon kívül ugye még a Motorized Vehicle pakkok is voltak, és tényleg óriási tömegben értékesítették őket. Ennek ellenére manapság nem szoktak olyan, hogy mondjam, közimádat tárgyai lenni a gyűjtők által. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek kicsit ilyen mostoha gyerekként vannak kezelve, úgy minden gyűjtő úgy van vele, hogy hát ezek így vannak, meg úgy néhányat esetleg be is szereznek, meg úgy hozzáragad az emberhez gyakorlatilag, de úgy igazából nem nagyon foglalkozik ezekkel senki, noha némelyik azért egészen pofásan néz ki. Amit érdemes ezekről elmondani még általánosságban, hogy nagyon egyszerű kis cuccok, látni fogjátok, hogy gyakorlatilag a vehicle pakkokhoz hasonlóan ezek is használhatóak hátizsákként, illetve többnyire hátizsákként is funkcionálnak. Ezen kívül mindegyiknek van gyakorlatilag egy kunszt, ami köré építették az egészet, és ez minden esetben egy ilyen felhúzós mechanikát jelent, ami valamelyik részét mozgatja ennek a paknak. Na most a katonai élet mindenféle területéről kerültek ezek ki, tehát látható majd, hogy különböző géppuskafészkek, hegyi vadászfelszerelés, meg radar, meg hasonlókat ábrázolnak, úgyhogy teljesen beleillett gyakorlatilag a játéknak a jellegébe, és igazából ezek jól is használhatóak voltak gyerekként az ilyen pokrócos csatákon, szerintem legalábbis, mert nekem csak vehicle pakkom volt, de én azt azért alapvetően eléggé kedveltem. A Motorized Action pakkok mindegyike kardon volt csomagolva, tehát nem dobozosak voltak, hanem kartonon blisterbe csomagolták őket, és ami még az érdekes, hogy a hátlapjuk az külön volt Cobra, külön volt G.I. Joe, de nem csináltak nekik egyedi hátlapot, tehát mindegyiknek kvázi ugyanaz a grafika szerepelt az adott éven belül az adott csoportba tartozó action pakoknak ugyanaz a grafika szerepelt a hátlapján. Nagyon olcsóak voltak, nagyon sokat eladtak belőlük, és igazából ez volt az egyik legsikeresebb ilyen próbálkozás. Ugye más játékvonalaknál is voltak ilyen action pakkok, meg vehicle pakkok, de szerintem a Joe-nál volt az, ami a leginkább megmaradt úgymond a köztudatban.
Na nézzük is meg a maiakat. Én ma szám szerint tudok nektek mutatni, azt mondja, hogy 6 darab plusz 1-et, tehát összesen 7-et. Ugye ennél több készült, tehát összesen 14 van ezekből. Ebből kikövetkeztethetitek, hogy lesz majd még ebből egy másik videó is, amiben meg majd további 7-et fogok mutatni, majd hogyha meg lesz mindegyik, mert abból még azért nincsen meg mindegyik. Az első, amit ma mutatok nektek, az a Mountain Climber nevezetű cuccos. Na most ebben a vonalban gyakorlatilag azért egyenlőség volt, tehát ugyanannyi Cobra, ugyanannyi G.I. Joe cuccot adtak ki, és hát jellemzően a Cobra cuccok jobban néznek ki. Nekem legalábbis jobban tetszenek. Ilyen ez a Mountain Climber is, ami hát lényegében egy ilyen hegyi vadász pak, hegyi kiegészítő a figurák mellé. Látható, hogy itt az elején van egy ilyen kupolás üvegrész, illetve egy ilyen csákja, ami egy zsinórhoz kapcsolódik. Ha a zsinort azt kihúzzuk, akkor gyakorlatilag működésbe lép egy ilyen gép belül, igazából egy ilyen visszahúzó mechanika, ami gyakorlatilag visszatudja ezt a madzagot csévélni. Na most a gyakorlatban én ezt annyira nem tudom nektek megmutatni, vagy hát csak részben, mert sajnálatos módon ezek a belső mechanikák hát nem voltak túlzottan időtállóak, úgyhogy nem nagyon vannak olyanok, amik úgy jól működnének nekem, tehát láthatjátok, hogy azért köhög szegény rendesen. Ugye kétféle módban lehet használni. Most hátizsák módban van, így lehet a figurának felrakni a hátára. A mai próbababa szereplőnk az Lampré lesz. Hogyha így felrakjuk a hátára, akkor igazából ez így egy egyszerű, szimpla hátizsák, sok mindent nem lehet vele kezdeni, viszont ez a kupolás rész ez így előre nyitható, és így azért valamivel jobban néz ki, már hogyha nem egy ilyen nagyfejű figurát választottam volna, mert ennek pont nem tud rendesen lecsapódni a fejére. Egy kicsit egyébként engem ez a kiegészítő, ez a Kenner Batmannek a ilyen pakjaira hajaz, ugye hát ez sokkal később volt, tehát nyilván maximum azt táplálkozott ebből. Nem hátizsák módban, hanem ilyen kiegészítő módban ezt ide előre csapjuk, és van neki 2 darab talpa, amit így, hát így előre lehet húzni egy ilyen sinnel, ahová aztán a hátsó részre ugye itt pegek vannak, és föl lehet állítani a pegre gyakorlatilag a figurát. Ebben az esetben, hát ugye elvileg itt, hogyha ezt a kihúzós dolgot megcsináljuk és beakasztjuk valahova, akkor ez normál esetben ugye ez így húzná szépen a figuránkat fölfele a hegyen. Van neki 2 darab ilyen fogókarja is, tehát elvileg a figurának is a kezébe lehet adni. Hát gyakorlatban nem túlzottan jó helyen van. Illetve még erről a motor részről lehet annyit elmondani, hogy itt van egy ilyen kis motort szimbolizáló valami ez alatt a búra alatt, aminek hát leginkább csak ilyen esztétikai dolga van. A mechanikát azt minden esetben ki is lehet akasztani. Jellemzően van egy gomb mindegyik ilyen action packnak az oldalán, amivel a felhúzás után rögzíteni lehet az állapotot, és aztán azt, hogyha kiengedjük, akkor indul be a visszahúzó mechanizmus. Ez nagyjából mindegyiknél így van, és szerintem ez volt az, ami miatt igen hamar tönkrementek ezek a cuccok, mert a felhúzott állapotban így az ember ki akasztotta és úgy hagyta, akkor gondolom én, hogy ez a belső rugó, vagy nem tudom mi hagyja, ez akkor gondolom, hogy kitágult, és emiatt köhög ennyire ezeknek a mechanikája. Nos, ez a Mountain Climber, ez nekem tetszik, szerintem ez a jobbak közül való kiegészítő, ám bár nem drága. Igazából egyik motorized action pack sem drága, jellemzően olyan 500 forint környékéről indulnak, és gyakorlatilag olyan pár ezer forint a maximum. Rengeteget gyártottak belőlük, úgyhogy rengeteg fönn is maradt bontatlan formában is, ennek köszönhetően nagyon olcsón hozzá lehet jutni bontatlanul is, illetve hát mondjuk figurákhoz képest relatíve olcsón, nagyjából 5000 forint környékén az ember tud belőle külföldről vásárolni, és egyébként érdemes is, mert nem néz ki egyáltalán rosszul a vitrínben is, hozza a retro flash-t legalábbis nekem. Na, nézzük a másodikat, az szintén 87-es évből van, és az egy Joe kiegészítő. Ez az úgynevezett pompon gun.
ami most éppen az eszköz állapotában van. Ez gyakorlatilag egy földre letámasztható légvédelmi ágyú, ami felhúzás után gyakorlatilag a csöveit tudja mozgatni. Na most ezt abszolút nem fogom tudni nektek megmutatni, mert ez totál nem működik. Itt ezt a gombot kellene normál esetben felhúzni, és hát ezt a két ágyút mozgatja nem túl nagy mértékben, tehát úgy igazából ez egy kicsit olyan gyengébben sikerült konstrukció. Így leállítva a földre, hogyha hátrahúzzuk ezt a kart, akkor ez egy ilyen irányító karként funkcionál, és a kiakasztó gombja, az gyakorlatilag látjátok, hogy itt van hátul. Ennek egy kicsit érdekesebb a hátizsák módja, legalábbis nekem jobban tetszik. Ezt a talpat ezt ide föl lehet csukni, illetve a karokat előre lehet húzni. És ebben az esetben gyakorlatilag egy ilyen jetpackként funkcionál a gép, ami engem egy kicsit emlékeztet az Astro Viper-nek a hátizsákjára, csak ugye jóval nagyobb. Ugye hát ekkora cuccokat azért a 90-es években már adtak a sima figurák mellé, úgyhogy nem tűnik azért olyan nagyon nagynak ez az action pack. Minden esetre így az előre nyúló karokkal együtt szerintem egy igen jó kis jetpacknak lehetett volna használni, vagy valami talán az ilyen alien vagy egyéb világát megidéző ilyen exo páncélnak, vagy ágyúnak, és alapvetően nem is mutat így rosszul a figurán szerintem. Ez egy gyakoribb darab, szintén egyáltalán nem ritka, szintén egy nagyjából 500 forintért be lehet őket szerezni. Sok maradt ő belőle bontatlanul is, és ő nem kifejezetten a népszerűbb darabok közé tartozik. Bár játékban biztos jól lehetett használni, hogy felraktad mondjuk a párna tetejére ezt légvédelmi ágyúnak, de egy kicsit úgy, hogy mondjam, nem hat túl jól az, hogy nagyon lent van ez a kar. Tehát egy légvédelmi ágyúval nem a bokájánál szokott tüzelni az ember, úgyhogy ez egy kicsit gyengébb emiatt. A harmadik az úgynevezett radar station, ami szerintem a leggyengébb az összes közül, a motorized action pack közül. Ez, amint a neve is mutatja, gyakorlatilag egy ilyen földre letámasztható mobil radarállomás, ami annyit tud, hogy az antennáját, ezt a radarernyőt itt a tetején, ezt tudja forgatni, és vele párhuzamosan a mechanika forgatja ezt a szonár képernyőt is, tehát ez, amint a neve is mutatja, azt tudja, hogy a Joe-k ezt lerakják valahova, és akkor ilyen mobil radarként működik. A mechanikát gyakorlatilag az antenna húzásával lehetett felhúzni, és itt az oldalán van a kitámasztó gombja, hát sajnálatos módon ez sem működik nekem. Igazából csak egy van, ami olyan frankó működik, de azt majd látni fogjátok, és hát ez így forog, és akkor ez igazából ilyen kis semmi, tehát ez nem egy ilyen vagányabb fegyver vagy bármi. Játékban ennek ellenére úgy gondolom, hogy biztos jól lehetett használni, hogyha mondjuk ez volt az ilyen titkos szuper számítógép, vagy mit tudom én, amit így a, vagy szuper radar, amit a kobrák meg akarnak szerezni, akkor ez ilyen kütyűnek abszolút megtette. Gyakorlatilag ez sem egy olyan túlzottan keresett, vagy népszerű darab, ez szintén az 500 forintos kategória. Rengeteg van belőle eladó, meg maradt fönn bontatlanul is, és ez például bontatlanul abszolút nem drága. A hátizsák módját is baromi egyszerűen el lehet intézni, ezt az alján található három darab lábat föl kell hajtani, és akkor már is föl lehet helyezni a figuránknak a hátára, és akkor igazából háton is használható ilyen radarállomásként. Hát nem mondom, hogy túlzottan impozáns, de végül is a céljának valamilyen szinten megfelelt. A 87-esek közül ezt a hármat tudtam megmutatni, ugye azon kívül még 5 darab tartozik ebbe a szériába. Többek között van egy nagyon hasonló háti helikopter is, mint ami ez a Pompongán volt, tehát így színében meg jellegében eléggé hasonló. Nagyobb, mint mondjuk egy Annihilator helikopter, de azért úgyisten igazából attól sem ájulunk el. Úgyhogy meg például abban van a Earthborer, ami egy ilyen földfúró, egy ilyen kitámasztós földfúró a kobráknál. Ez is egy érdekes szerkezet, remélhetőleg legközelebbre majd azt is meg tudom nektek mutatni.
akkora sikere volt ezeknek a cuccosoknak, hogy 88-ban is ugye kiadtak belőlük 6 darabot, azokból is nagyon sokat adtak el. Valamivel nekem a 88-asok egyébként jobban tetszenek, tehát egy picit úgy életszagúbbak, de lehet, hogy csak a Dreadnought Battle Axe az, ami fölhúzza nekem, mert hogy az összes Motorized Action Pack közül nekem a Dreadnought Battle Axe az abszolút kedvencem, és amire azt mondom, hogy jól is néz ki, meg úgy minden. Tehát erre ugyanis vágytam gyerekkoromban, mert hogy találkoztam vele gyerekkoromban, mégpedig egészen kicsi voltam, tehát körülbelül olyan 90-91 környéke lehetett, de maximum 92, amikor dédnagymamámnál nyaraltam Újpesten, és ott az újpesti rendelőintézettől nem messze lakott, és ott a rendelőintézetnél volt egy ilyen régi klasszikus pavilonsor. Ugye hát a pavilonsor a mi generációnknak az volt a Kánaán, tehát ott volt a játékbolt, ott volt a fagyizó, ott volt minden, ami minket érdekelt gyakorlatilag, úgyhogy a pavilonsorra velem mindig el kellett látogatni, és az egyik ilyen ellátogatás alkalmával az ottani trafiknak a kirakatában láttam egy Dreadnought Battle Axe-ot, ami hát nagyon régóta kint lehetett a kirakatban, mert meg volt sárgulva mind a buborék, mind a kárd, úgyhogy erős napsütésnek lehetett kitéve, de nekem ennek ellenére nagyon-nagyon bejött, mert ez egyrészt küllemileg is jól néz ki, másrészt a kárdja is jól néz ki, ugye itt nagyon jól választottak a katonát, hogy kvázi kint látszanak a cuccok, mert a Dreadnought Battle Axe az a Road Pig-nek a hátán van a hátlap grafikán, és a Road Pig-hez szerintem baromira illik ez a darab, de a többi grafikai rész is elég jó, úgyhogy azért mondhatjuk, hogy ezeknek a Motorized Action pakoknak sok esetben jobban néz ki a kárdja, mint maga a cucc. Na most ez a Dreadnought Battle Axe, ez gyakorlatilag egy ténylegesen egy hátizsák, ami leginkább hátizsák módban használható. Egy gigantikus alabárd van, ami itt előre nyúlik a hátizsákból, és a kunsztja az az, hogy felhúzás után ezt az alabárdot tudja gyakorlatilag ilyen daraboló mozgással mozgatni. Ezt fölhelyezzük így a figurának szépen a hátára, az alján lévő felhúzó gombbal, ezzel a kis tekerővel felhúzzuk egy kicsit, de úgy, hogy előtte kiakasztjuk a gombbal. Fölrakjuk szépen a figuránknak a hátára, és kiakasztjuk a gombot, és akkor látjátok, hogy darabol, mint a meszes. Igazából ez még úgy pofás is, meg a dreadnokokhoz illik, és szerintem tök jó, hogy adtak ki ilyen subteames jellegű action pakot is. Ugye hát itt a subteames az azért csak jellegű, mert ugye az a neve, hogy Dreadnought Battle Axe, de mondjuk a Dreadnought pecsét az nem látszódott a hátlap grafikán. Itt lehet a gomb itt van az oldalán, ezzel lehet gyakorlatilag elforgatni. Még egyszer megmutatjuk, mert legalább ez működik. Így darabolni. Az egyetlen hátulütője ennek a paknak az, hogy nem hátizsák módban szerintem egyáltalán nem használható ötletesen. Van az alján egy ilyen kis kitámasztó, amit előre lehet húzni, így lehelyezzük a földre, és itt a felső részén van két fogókar, amit hát a figurának a kezébe lehet adni, és akkor elvileg így tolja maga előtt és darabol, mint a meszes, de hát nem tudom, hogy egy ilyen jellegű fegyver az kire tudna veszélyes lenni, úgyhogy ez egy meglehetősen értelmetlen funkciója, de hát nyilván ezt a kettősséget ennél is meg kellett tartani. Ami még az érdekes, hogy ez az alabárd, ez kivehető elméletben, és az oldalára a hátizsáknak föl lehet pattintani, tehát van neki itt egy ilyen meghatározott hely, és akkor gyakorlatilag így is föl lehet rakni a figuránknak a hátára, és akkor így ilyen hordozó állapotban van. Ez egészen jó kis cucc, én tényleg bírom meg. Nagyon örültem, amikor sikerült megszereznem, mert gyerekkoromban tényleg vágytam rá. Tehát azt mi gyűjtők tudjuk, hogy milyen érzés az, amikor egy olyan cuccot sikerül beszerezni, amiért gyerekkorodban csorgattad a nyáladat. Na ez nekem ilyen, és ezért a Motorized pakok közül ez az abszolút kedvencem. A következő darabunk az a Machine Gun Nest nevet viseli, és hát amint a neve is mutatja, gyakorlatilag ez egy ilyen kis mobil bunker.
Mégpedig egy egészen jól kidolgozott bunker, ami felhúzás után, amit nem fogok tudni most nektek megmutatni, egy oldalazó mozgást végez az ágyú csövével, és hát gyakorlatilag ilyen veszett tüzelést imitál nekünk. Az eszköz módjában gyakorlatilag ezt a két oldalsó kart ki kell húzni, ilyen támasztót, ezt a hátsó részt le kell hajtani, és akkor így lehet behasaltatni gyakorlatilag mögé a figurát, és akkor így tudja használni. Ez szintén egy olyan kiegészítő, ami szerintem mondjuk jól mutatott volna a párna tetején, tehát ez biztos, hogy használható volt. Az egyetlen bajom vele, vagy az egyetlen negatívuma, hogy ha kihajtjuk ezeket a karokat, a gép maga akkor is a hátizsák pegen áll, ami hát nem eredményezi azt, hogy túlzottan stabil lenne, ezt valahogy máshogy kellett volna nekik megoldaniuk. Hátizsák módban pedig ezeket behajtogatjuk, és fel tudjuk rakni az egészet a figura hátára, aminek sok értelme nincsen, mert úgy nem igazán használható, meg nem igazán impozáns, úgyhogy ezzel sok mindent nem lehet kezdeni. Ezt a gombot kell felhúzni hozzá, hát sajnos, ez, amint halljátok, ez azért köhög nagyon. De mindegy, a lényeget azért nagyjából látjátok, a akasztógombja pedig itt van. Ez is egy pár százas kategória, szintén a gyakori népszerű darabok között van. Ezeket azért szokták veszegetni, tehát nem annyira népszerűtlen, mint mondjuk a Radar Station, de azért ezért sem gyilkolják meg egymást az emberek. A Dreadnought Battle Axe-nál még elfelejtettem mondani, hogy az egy picit drágább szokott lenni, meg keresettebb pont azért, mert ilyen Dreadnought-os cuccnak valamilyen szinten menőn is néz ki. A következő darabunk az a Twin Missile Radar nevet viseli, és hát ez szintén, amint a neve mutatja, ez gyakorlatilag egy radaros rakétaállomás. Tehát igazából véve egy ilyen kis kihajtogatható hátizsák, ami hát különböző ilyen radarernyőkön mutatja a célpontot, és az oldalán van egy ilyen rakéta kilövő állás, amit a felhúzós mechanika felle tud mozgatni. A mechanika ezen kívül ezt a képernyőt is mozgatja, ami itt benne található a számokkal. Nem tudom, hogy mennyire fog nekünk elforogni, de nagyjából ezt így kell elképzelni, tehát így fölle megy a rakéta, és mozog a minta benne. Úgyhogy van itt neki egy felhajtható radarernyő része, itt a két darab rakéta, ami fölle mozog. A rakétákat egyébként le is lehet venni, hogyha valaki nagyon akarja, de igazából sok értelme nincsen. És hát van neki két ilyen felhajtható talpa, amin megáll a földre téve. És akkor így beáll mögé a figuránk, nézi a radaron, hogy merre van a célpont, és akkor keresi és lelövi a rakétával. Ez lenne ennek az értelme. Egyébként nem néz ki annyira rosszul, meg szintén így a használható darabok közé sorolnám, mert szinte ami fegyver van, azt azért szerintem lehetett használni. És akkor ezeket, hogyha így becsukogatjuk, akkor föl lehet rakni szépen a figurának a hátára, és ez akár így is használható, hiszen akkor kapunk egy olyan hátizsákot, ami hasonlít egy kicsit Fast Draw-nak a rakétás hátizsákjához, csak valamivel tekintélyesebb méretű. Úgyhogy ez is egy jobban használható darab. Ő is gyakori, nagyjából maximum 1000 forintot szoktak elkérni érte, nem egy igazán nagy kaland, de hát ezekről is beszélni kell, tehát minden G.I. Joe játéknak sorra kell egyszer kerülnie, úgyhogy ezért ezekről az általánosabb, meg nem is annyira szeretett darabokról is egy pár percet azért el kell mondani a fontos információkat. Na és a mai utolsó darabunk az ugye a plusz egyes, ami egy európai exkluzív Motorized Action Pack. Nevezhetném Motorized Action Packnak, de igazából nem az, mert ebben semmi motorized nincsen. Láttátok, hogy az előzőekben, illetve hát nem láttátok, mert nem működnek, de az előzőekben mindegyikben volt egy ilyen felhúzós mechanika, ebben viszont gyakorlatilag nincsen ilyen. Ezt 1991-ben adták ki, és az az érdekessége, hogy európai exkluzív. Tehát ez Európán kívül máshol nem volt beszerezhető, amerikaiakhoz egyáltalán nem került belőle, Európában viszont kétféleképpen adták ki. Az egyik, az egy nagyon érdekes kiadás, és
emiatt van az, hogy ez egy gyakori darab itthon nálunk is, meg egész Európában, az, hogy ezt gyakorlatilag ilyen promóciós ajándékként használták föl, és különféle más G.I. Joe járművekbe a csomagon belülre így becsomagolták ajándékként. Tehát hozzá lehetett jutni, hogyha az ember vett mondjuk egy tekintélyesebb méretű járművet. Ez azért is érdekes, mert magának a cuccnak a funkciója az, hogy különféle járművekre, a neki megfelelő helyekre ezt föl lehet csatlakoztatni. Van az alján egy ilyen forgó peg, ami egy eléggé szoros, bepattintós konnektort tartalmaz, és ezzel különböző csövekre, illetve jármű szélekre rögzíteni lehet. Nem mindegyik járműhöz, de azért elég sokhoz. És hogyha rögzítettük, akkor gyakorlatilag egy ilyen plusz forgó rakéta kilövőt kaptunk. Na most ez egy sima rugós rakéta kilövő, tehát amint látjátok, semmi extra. Kettő darab egyszerű rakéta van hozzá, amit be lehet tölteni gyakorlatilag ide az elejébe, és a tetején található gomb segítségével ezt ki lehet lőni. Tehát semmivel nem tud többet, mint bármelyik 90-es évekbeli rugós kilövős cucc, amit adtak a Joe-k mellé, illetve maximum annyival, hogy ezt járművekre rá lehetett applikálni. Szóval járművek mellé adták ajándékként, de ezen kívül létezik belőle egy kárdos változat is, mégpedig egy angol exkluzív kárdos változat, amiben egy meglehetősen furcsa küllemű ilyen grafikás kárdon is értékesítették, de szigorúan csak Angliában, és ott is viszonylag kisebb számban. Én gyanítom, hogy az Woolworths exkluzív volt, mert nagyon hasonlít annak a hátlapja a Woolworths exkluzív 3-as pak figurák megjelenéséhez, úgyhogy szerintem azt is a Woolworths csinálta. És hát annak az az érdekessége, hogy baromi ritka, főleg úgy bontatlan formában, és igazából ennek bontatlan formában van relevanciája. Bontatlan formában az baromi ritka, és elképesztő drága, noha maga a gép kibontott állapotában az egy ilyen szintén pár dolláros tétel, tehát egyáltalán nem egy nagy basszis dasz. Úgyhogy ha valaki úgy kárdosat talál belőle, akkor azból azért szép pénzt lehet csinálni. De tényleg amúgy egy semmi extra, tehát ez normál motorized action pakként szerintem nem állta volna meg a helyét a piacon, tehát annyi, hogy itt meg tudja fogni a figura, itt a hátsó részén, hogyha rácsatlakoztattuk egy járműre, és akkor forgatja, de már fölfele ugye nem nagyon lehet, csak akkor, hogyha a csőre van csatlakoztatva, és akkor ki tudja lőni azt az egyszem rakétát éppen, amit beletöltünk. Úgyhogy hát nem egy nagy truváj, és ez ugye hátizsákként sem használható. Kétféle rakéta színnel is forgalomba került, van belőle sötétkék rakétás és bordó rakétás. Én a bordó rakétással gyakrabban találkoztam, igazából még csak azzal találkoztam élőben, de van belőle kék is, meg hát bontatlan formában is mind a kettő. Hát azt nem mondom, hogy hozzáférhető, de láttam már mindkettőből bontatlant így a neten, úgyhogy elméletileg létezik. Ugye erről annó egy cikket is írtam még a blog indulásakor, az egyik G.I. Joe érdekességes cikk az erről szólt, és akkor ugye sokan föl is hördültetek, hogy hát ez egyáltalán nem egy nagy cuccos, mert hát nekem is volt ilyen gyerekként, be volt csomagolva a járművek mellé. Hát igen, be volt csomagolva, úgy gyakori, de kárdos formában meg eléggé ritka. Egyébként nem mindig jó járművekhez csomagolták, tehát teljesen random volt a dolog. Hallottam olyat is, hogy X-19-es repülőhöz adták, amihez abszolút nem lehetett csatlakoztatni, és ez néhány gyereknek konfúzis volt, és hát gyakorlatilag szegények keresték, hogy hogyan lehet hozzá csatlakoztatni, vagy melyik része ez gyakorlatilag a repülőnek. Attól böngészték a leírást, meg minden, és hát nem jöttek rá, hogy kell használni, mert leírást ehhez nem igazán mellékeltek. Bár picit ritkább ez a cucc, de csak egy kicsikét drágább ebben a formájában, mint amiket itt ma mutattam. A Dreadnought Battleaxe-nál szerintem nem is drágább. Itt Európában ez kifejezetten egy gyakori pár dolláros kis kiegészítőnek számít. Amerikában nem nagyon van belőle, de igazából nem is hiszem, hogy nagyon vágynak rá. eBay-en nem nagyon szokott előfordulni eladó példány, de ha igen, akkor ilyen 5-6 dollárokért megy, úgyhogy nem egy nagy vasszisztasz. Viszont, hogyha bontatlan bukkan föl belőle, az meg nagyon-nagyon sok pénzt ér.
No, hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is, ennyi lett volna mára. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl, meg lájkoljátok a Játékok a polcról Facebook oldalt is, és tartsatok velem minden egyes nap a játékokapolcról.blog.hu-n. Jövő héten ugyanebben az időben újra találkozunk, akkor most már reményeim szerint Lego Star Wars-szal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek szép estét, sziasztok!